igazából ugye a védekezésnél, támadásnál nagyon nagy szerepe volt. A Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület célja a 16.-17. századra a török korra jellemző harcmodor és kultúrtörténet kutatása, felelevenítése, a korhű fegyverzet, viselet és életmód, zenetánc és irodalom bemutatása. Az ebben az időszakban használt fegyverzetet és viseletet mutatták be az érdeklődőknek Kapospulán. Ez a 16-17. századi végvári viselet, fegyverzet, illetve életmód bemutatására szakosodott egyesület. A fő fegyverük akkoriban a szabja, és igazából az egy emberi küzdelem volt a legértékesebb. Tehát hoztam itt lőfegyvereket, és itt a kedves közönségnek ezt be is mutattam, de én is, és a társaim is a leginkább a hideg fegyverek forgatásában jártasak. És számomra egyébként a maga a szabja az, ami a legértékesebb, és a korszaknak a fő fegyvere. Aztán van itt néhány tűzfegyver is. Az egyik legősibb, ez a szakállas puska. Ugye a Gárdonyi Géza révén ismerhettük ezt meg, a szakállas puskát, legalábbis a nevét. Ez egy kis kézi ágyúnak is mondják, egy nagyon egyszerű eszközről van szó. Lőpor kell hozzá, némi folytó eszköz, akár egy száraz rongy, vagy papír, és némi kartács, és már is lehet működtetni ezt a fegyvert. Az egyesület tagjai a magyar történelmi hagyományokat ápolják, és több éves tapasztalattal rendelkeznek. A korhűséget és hitelességet az egyesületben tevékenykedő történészek és szakértők biztosítják. Ugye azt szokták mondani itt jó magyar szokás szerint, hogy a kapanyér is el tud sülni, meg kiegyenesített kaszák, meg mindenféle dolgot hallottunk már, bizony, hát ez így van, ezt én is csak meg tudom erősíteni, hogy hát egy sima olyan eszköz, ami ugye csak az otthoni ház körüli munkákhoz használatos, bizony azzal is lehet, azt is lehet fegyverként használni. Aztán itt van egy másik, jobban látszik már, hogy inkább fegyvernek készült, illetve hadi jelvény. De nem fő fegyver, hanem másod fegyver. Én például 15 éve vagyok a csapatnak a tagja, és egyszerű hajdúvitézként kezdtem. Én vagyok a csapatnak a kapitánya, de igazából csak a katonai részre, a vezetésem csak a katonai részre szorul igazából. Ebben a katonai hagyományőrzésben, és egy kicsit globálisan tekintve az egészre, igazából én azt vettem észre, főleg, hogyha Magyarországon járunk, akkor itt az egészen kicsi gyerekektől, az ilyen 2-3 évesektől, egészen az idősekig. Ez egy nagyon hálás dolog, mert mindenki szereti a történelmet, és mindenki szereti ezeket a dolgokat kézbe fogni, és a múltunkat egy kicsit ezáltal talán jobban meg tudjuk mutatni, hogy ezek az emberek mivel harcoltak, és miket használtak, milyen öltözékbe jártak. Sőt, az egyesületünkben van egy hadi zenekarunk is, héttorony hangászoknak hívják őket, és ők például korabeli zenét játszanak. Korabeli hadi zenét többnyire, és ezáltal ezt a részét is, a kultúránk ezen részét is meg tudjuk mutatni a tisztelt közönségnek. A megyei könyvtár szerepét hangsúlyozta Kapospula polgármestere, az ő támogatásuk nélkül ugyanis nem valósult volna meg a fegyverbemutató. Karácsonyvárónak ez az első része, a megyei könyvtár jóvoltából van ez a rendezvény, Szabó Válint egy ilyen középkori ruha és fegyverbemutatót tart, ez egy teljesen interaktív, ugye bevonja a gyerekeket, a gyerekeknek ez nagyon tetszik, úgyhogy később megpróbálhatják a dobócsillagot, szakállas puskát megmutat, tehát minden ilyen dolgot, ami hát a középkorban volt. Nagy örömmel vettük a megyei könyvtárnak ezt a gesztusát, hogy
ezt a Szabó Bálint nevű urat ide nekünk kifizeti az ő előadását. Nagyon sok fiatal jött el, nagyon érdekli a gyerekeket, nagyon jól érzik magukat, és reméljük, hogy ez a kezdeményezés ez továbbra is fog menni. Már reméljük, hogy a megyei könyvtár részéről is, és ha nem, hát akkor pedig próbáljuk mi megoldani ezeket saját erőből is. A soron következő rendezvények minden korosztály számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak, mondta Stemler József, Kapospula polgármestere. Innétől kezdve kezdődnek az adventi rendezvények. Holnap délután már lesz egy úgynevezett foltvarrós karácsonyi készülődés. Van itt a faluban egy foltvarró kör, ahol ilyen különböző ajándékokat fognak készíteni, amit meg lehet majd a karácsonyváron vásárolni, és ezzel igazából a helyi néptáncos csapatot támogatják. Utána lesz a következő hétvégén majd a Mikulás, vagy a adventi koszorú készítés. Ugye a Pajta Színházba fogjuk kialakítani az idén az adventi programunkat. Utána a hétvégén lesz a Mikulás, és akkor a következő hétvége lesz majd a karácsony váró, ahol hát forrad borral, zsíros kenyérrel és egyéb műsorokkal várjuk, itt akkor nagyon sokan összejönnek a faluba. Kapospulán decemberben minden hétvégén program várja az érdeklődőket.